Egy erős baloldali politika tud csak rendet tenni az országban. A többi között erről beszél Dobrev Klára az Árnyék Kormány programbemutató rendezvény sorozatának nyitó rendezvényén. Ezt is az Árnyék miniszterelnök Partizánnak adott interjúját is megvitatjuk. Aztán továbbra is káosz az ura gazdaságpolitikában. Miközben Nagy Márton a jegybankot megkerülve akar beavatkozni a pénzpiacon, Parag László furcsábbnál is furcsább kijelentéseket tett a héten. Elemzőinkkel boncolgatjuk a lehetséges politikai hatásokat. Ficó nyert, Orbán pezsgőt bontott, de messze még a vége. Magyar szempontból veszük górcső alá a szlovák választások eredményét és a kormányzati reakciókat. Bajban a propaganda gépezet, jogerősen másodfokon is pert nyert a DK az MTVA ellen. Kálmán Olga elmondja a legfrissebb részleteket. Végül pedig magyar Nobel-díjeső, a felsőoktatásban és tudományos életben végzett kormányzati pusztítások szemszögéből is megbeszéljük Karikó Katalin és Krausz Ferenc sikereit. Tartsanak ma is a DK szubjektívvel, hisz tudják, velünk mindig van mit nézni.